annyit csak elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye az volt a probléma már megint, hogy így nagyon a különféle tervezésbe mentünk bele, de ennek ellenére megpróbálom ezt visszafogni, és kreatívan a tartalomgyártásra koncentrálni. Ehhez hozzásegít az, hogy most már figyelem az anyagi kiadásaimat is. Még egyszer utoljára fölvettem egy 3500 eurót, és mostantól kezdve, illetve hát egészen pontosan teljes egészében egy júniustól kezdve egy körülbelül 200 ezer forintos havi törlesztéssel elfogy minden tartozásom 3 év alatt, úgyhogy minden egyes hónapban tudok egy majdnem 1000 euró környékén költeni, úgyhogy minden rendben van. Elnézést kérek, hogy a szokásos pénteki vlog egy kicsit késett, de az történt, hogy a főbérlőm megtalálta a postaládában azokat a leveleket, amiket itt a hitelintézetek küldtek nekem arról, hogy éppen elkezdtem keresni egy új hitelt. Nem is értem, tehát kitöltök egy internetes fórumot, és erre küldenek nekem ezen a héten minden nap ilyen A5-ös papírt vastagon papírokkal tele, hogy ezt miért csinálják, tehát biztos valahol kitöltöttem, vagy beixeltem, hogy én ezt igénylem, holott én ilyet nem kérek, tehát ha már meghoztam a döntést, akkor kinyomtatom magamnak, és elküldöm nekik postán. Ha-ho. Minden esetre ettől a főbérlőm egy kicsit agyfaszt kapott, és eldöntötte, hogy leszedi a nevemet a postaládáról. Na most, aki ismeri itt a németországi viszonyokat, az pontosan tudja, hogy ennek nagyjából az a következménye, hogy a bankok és hivatalos szervek előtt te teljesen meghalsz. Tehát pont a román út alatt volt is ilyen problémánk, hogy miután a WC tisztaságával kapcsolatban akadt valamiféle vita itt a főbérlővel, ő pár hétig leszette a nevemet, én azt észre se vettem, abból vettem észre, hogy ott Erdélyben nem tudtam használni a kártyámat, és a többiek nem is értették, hogy miért hívom németül, úgy nagyon ideges hangon a bankomat, ezt természetesen nagyon hamar feloldották, de ugyanezt a másik bank is pár héttel később eljátszotta. Tehát ugye az a helyzet, hogyha ők küldözgetik neked a havi hitelkártya használatoddal kapcsolatban az egyenlegkérőket, és ezek téged nem találnak meg, akkor nagyon hamar zárolják a kártyádat, aminek ugye az a következménye, hogy én, aki a magam speciális helyzetében ezekkel a kártyákkal élek túl, gyakorlatilag, hogyha bemegyek a boltba, nem tudok még egy száraz zsömlét se vásárolni, nemhogy élni, tehát hogy akkor én meghalok. Úgyhogy kénytelen voltam vele leülni és teljes egészében elmesélni maximális őszintességgel az, hogy mi a helyzet. Aminek gyakorlatilag az a történelmi előzménye, hogy én ezt már úgy nagyjából 2 éve megtettem, amikor elmondta nekem, hogy szerinte ezek az emberek engem csak átvernek, de minden esetre biztos lehetek abban, hogy ebből az egészből én egy fillért nem látok vissza. És hát most bevallottam neki, hogy én akkor, tehát úgy 1,5-2 évvel ezelőtt, amikor ezt hallottam tőle, akkor úgy gondolkodtam, hogy hát én egyrészt sokkal jobban ismerem ezeket az embereket, okosabb vagyok, ő pedig egy német, nem is ismer magyar embereket, honnan tudhatná, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek, és amikor most múlt héten befutott a devizás havernak egy olyan bírósági papírja, hogy a lánya anyja gyermektartási igénye vonatkozásában több mint 500 000 forintot követelnek rajta, éppen ezért mégsem tud nekem annak ellenére törleszteni, hogy én ezt ettől a hónaptól kezdve a következő év évekre már bekalkuláltam. Erről szól a tegnap előtt föltöltött 2 órás videóm, hogy most meghoztam azt a döntést, hogy ettől a pillanattól kezdve függetlenítem magam minden külső körülménytől, az összes haverom minden személyes problémájától, csak magamra koncentrálok, emellett átstruktúrálom a hiteleimet úgy, hogy pontosan annyi pénzem legyen, mint hogyha devizás haver küldözgetné nekem, meg törpapa a havi részleteket. Ez 25 ezer euró lesz 5 évre, tehát gyakorlatilag kevesebbet is fogok fizetni egy 100 euróval, mint az elmúlt egy évben. Leürítem a hitelkártyáimat mi egymás, ezek után pedig maximális lelki nyugalommal fogok minden segítségkérésre nemet mondani, annak jegyében, hogy mint Jézus maximálisan segítettem mindenkinek az elmúlt évek folyamán, sokkal többet, mint más emberek egy egész hosszú élet folyamán. Nyugodtan kimondhatom, hogyha mindenki csak annyit tenne embertársaiért, mint amit az elmúlt években én tettem, akkor a világ egyszerűen a földi paradicsommá változna, ebből következően pedig ideje van, mint ahogy egyébként ezt ő is javasolja, saját magammal foglalkozni. Ő most érdekes módon pont ugyanazt javasolja nekem, a főbérlőm, mint amit a trollok, hogy az összes ilyen embert letiltani Facebookon, és
a neki küldött pénzt veszteségként leírni. Na most azért tudni kell rólam, hogy az én emberi büszkeségem ennél sokkal fejlettebb, tehát én azért ehhez az egészhez úgy állok hozzá, hogy no-no, a sodit senki nem győzi le, tehát lehet, hogy 10 év múlva hajtom be, de keményen behajtok mindent, és szárazon megbaszom. Több mint 2 órás beszélgetés volt velem, mire meggyőztem, hogy azért olyan veszély, hogy ide végrehajtó jönne nincs, mert körülbelül egy 6000 euró, tehát 2 millió forint még így is elválaszt attól, hogy a hitelkereteim végére érjek. Abszolút nem haragszom senkire, csak van egy pont, amikor meg kell húzni ezt a határt, és ez, hogy én egy 25000 eurós hitel fölvételére kényszerülök, ez már egy ilyen határ. Augusztustól ezzel a 25000-es hitellel, ha megkapom, még nem biztos, saját magamat tudom egy havi, kiszámítható, fix összeggel meglepetések nélkül szolgálni. A korábbi befektetéseimet, mint például a Twitch Studio, pedig figyelemmel kísérem, és szeretném látni végre, hogy beindul, ugye áprilisra terveztük, hát nem tudom, lesz belőle talán szeptember, reméljük, vagy október, ki tudja most már, de azért lesz belőle valami. Amit pedig a különböző emberek nekem visszafizetgetnek, azt mostantól kezdve nem itt a németországi életembe tervezem bele, hanem mint ahogy a magyarországi jövedelmemet édesanyámhoz irányítatom, aki folyamatosan növekvő tartalékot fog nekem képezni esetleges vészhelyzetek esetére. De itt a fölhalmozódott dolgok miatt ennek ellenére is elértünk egy olyan pontot, ahol most kénytelen voltam a múlt héten 25000 eurót pénzt fölvenni, hitelt 5 évre, és mert ugye az arra számítottam, hogy ettől a hónaptól kezdve a devizás haver már havi 150-től lesz nekem 150 euróval, és a törpapa is valamennyivel, és akkor ebből a kettőből jövök ki egy olyan szinten, amit én úgy magamnak kigondoltam, és kiderült, hogy nem, úgyhogy kénytelen voltam itt a dolgokat átstruktúrálni, és miután egy évvel korábban én már megfogadtam, hogy nem segítek senkinek, és ennek ellenére mégis ellágyultam, most kénytelen vagyok ezt mégis a korábbinál sokkal határozottabban kijelenteni, hogy akkor ez most már nem fér bele, úgyhogy éppen ezért nem is fogom tenni. A lényeg az, hogy most nekem úgy jön ki, hogy az összes rendszeres kiadásommal együtt, amik itt havonta fölmerülnek, még kaját is, meg napi egy sört is beleszámolva, hogy a napi átlagban egy napi, mondom, 9000 forint marad szabad költésre, amiből én már nem tudok adni a továbbiakban senkinek, meg nem tudok finanszírozni senkit, meg nem tudok fizetni senkinek semmit. Igazából azt a fajta gyengeségemet, hogy azért küldtem pénzt, vagy fizettem dolgokat, nehogy valaki megsértődjön, azt most teljes mértékben kénytelen leszek már a jó fölfogott anyagi egzisztenciális biztonságom érdekében is felszámolni. Úgyhogy, mert arra jöttem rá, hogy aki azért sértődik meg, mert valami nem lesz a helyette neki, vagy a számára finanszírozva, akkor a sértődjön meg. Szerintem benne van minden, amit kifejtettem, tehát itt tényleg a lényeg az, hogy a nyugalomra azért van szükségem, mert amikor itt most haladtunk előre a dolgokban, akkor mindenkinek, amikor valamiben segíteni kell, vagy valamit fizetni kell, akkor úgy voltam, hogy jó, persze, hát annyi kártyám van, itt szét lehet osztani rajtuk a terhelést, csak végül azokon is összegyűlt ezeken a hitelkártyákon 5500 terhelés. Ezen a módon, hogy csak ez egy picit, ide egy picit, oda egy picit, plusz még lementem diszpóba, és mínusz 4000-ben majdnem kimerítve megint a keretet, és akkor már volt egy 3000 eurós, meg egy 12000 eurós személyhitelem. Most már most mindent visszafizettem, de ez a lényeg, hogy ezen a módon, hogy azt mondtam mindig, hogy nem baj, a következő hónapban visszafizetem, és akkor a következő hónapban sem, és a következő hónapban is inkább csak terheltem, mert jött valaki,
aki nem akarta megsérteni, ezt ugye a továbbiakban természetesen nem fenntartható, és ezt az, amit mindenki meg kell, hogy értsen, hogy a kiszámíthatóságra és a meglepetések nélküliségre anyagi szempontból is szükségem van, mert tényleg már azt álmodtam és attól ijedtem meg nagyon, hogy jönnek értem és visznek az e-mailbe, és való Pesten voltunk, és akkor szomorkodtam, hogy most nem fogom tudni elvégezni a projektet a cégnél, de vagy hogy a egyetemen a ZH-t, és rájöttem, hogy ez a kettő egyszer nem lehetséges, és ha elszomorodtam, mondom, akkor itt tényleg nem látom át, hogy mi a valóság, és akkor jó, akkor uraim, menjünk. Szóval ezt el akarom kerülni, akkor kénytelen vagyok a nyugodt körülményeket azt megteremteni, de szerintem mindenki meg fogja érteni. Látjátok, hogy haladunk, és pénzt, időt nem kiméve próbálom meg tökéletesíteni a Twitch stúdiómat. Úgyhogy most ennyi voltam erre a hétre, mert ezt a fejlődést akartam nektek, ezt a gyönyörű fejlődést bemutatni. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és ne feledjétek, minden pénteken délután 4-kor új epizód a Sodi berlini vlogján. Sziasztok!